Sziasztok! Ma köménylikőr készítéséhez fogok hozzá, amit nyugodtan nevezhetünk kömény-ánizslikőrnek, hiszen ánizs is kerül bele egy kevés, és mint tudjuk, az meglehetősen markáns fűszer. Amihez szükségünk van egy ilyen alapmennyiséghez, persze, hogyha ettől eltérő mennyiséget gyártanátok le, akkor a különbségek figyelembevételével kell azt megtenni. Tehát amire szükségünk van, az 3 dekagram köménymag, amit én fogok megtörni, jobban preferálom, tehát inkább ezt kedvelem, mint az őrölt köményet. Akkor 6 szem ánizs, de egész ánizs nem kaptam, úgyhogy marad az őrölt ánizs, abból egy csapot kávéskanál fog belekerülni. Aztán 1 liter nagyjából 50 fokos házi pálinka, a legjobb az alma vagy a törköly pálinka, mert azok a leginkább semlegesek, tehát a legkevésbé van gyümölcsízük, bár szerintem nem probléma, ha kap még egy kis gyümölcsaromát is a likőrünk. És a későbbiekben kell még majd, ma még nem, hanem majd ha már pihent a likőr alapunk, akkor kell még 8 deciliter víz és 40 deka cukor. Mivel ánizsból csak őröltet kaptam, így azzal nem kell vesződnöm. Nem kell tördelni, mindjárt mehet a üvegcsébe a fél mokkáskanálnyi, vagy egy ilyen csapott mokkáskanálnyi ánizs. És hozzá török 3 dekagram, vagyis 30 gram köménymagot. Megtörtem a köményt, az ánizssal ugye nem kellett vesződni, mert az 1 liter pálinka. Ez konkrétan törköly pálinka egyébként. És most jöhet a 12 napos érlelés, hűvös pincében vagy spájzban, akárhol, hűvös sötét helyen lehetőleg, időnként finoman összerázva. Letelt a 12 napos érlelés idő, most hozzáöntöm az előre elkészített cukorszirupot, ami 8 decil vízből és 40 dekagram cukorból áll. A szirup készítésnek egyébként a lényege, hogy nem egyszerűen csak feloldjuk a cukrot a vízben, hanem fel is forraljuk. Ebben az üvegben fogom összekutyulni, és újabb 2 napig fogom érlelni, és csak ezután fogom leszűrni. Hát azért most öntöm össze egy előre, még nem a szűrést követően a likőrt a cukorsziruppal, mert így a fizikából és kémiából jól ismert diffúzió fogalma is érvényesülni fog, ki fogja fejteni hatását pont annyira, amennyire kell. Ha valaki számára esetleg nem világos, hogy mi az a diffúzió, ez egy anyagáramlási jelenség, Brown mozgásként is emlegetik a ritkább közeg, elindul a sűrűbb közeg felé, tehát szépen ki fogja húzni. Hát köményből mondjuk túl sok mindent nem fog kihúzni, mert eleve száraz az ánizsból, talán egy kicsit, azért elég is neki 2 napos ilyen cukros erjesztés, vagyis érlelés, és akkor már lehet is szűrni a likőrünket. És akkor így gyorsan még megemlítem, a diólikörös videómban is megemlítettem a korábbi fenyőszirupos videómat, ott többen kérdezték, hogy amikor kiáztatom egy hónap alatt a zsenge, friss, zöld, halványzöld fenyőrügyeket a mézben, akkor utána ehető-e az a fenyőrügy. Hát ha valaki nem sajnálja fogait, vagy a gyomrát, vagy a nyelőcsövét, az megeheti, de nem ajánlatos, mert ott nagyon jól mutatkozik ez a diffúziós jelenség, ami egyébként a sűrűség rádiénssel arányos. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott nagyon jól mutatkozik, tehát ezek a zsenge, zöld fenyőrügyek totálisan elsárgulnak, és olyanok lesznek, mint a száraz fa szálka, míg a méz pedig felhigul. Ugye, ahogy mondtam, a rügyek nedvességtartalma kiáramlik a mézbe. Itt pedig amennyit még ki tud húzni a köménymagból, vagy az ánizsból, annyit kihúz a cukorszirup, és így lesz maradéktalanul kinyerve belőlük minden.
ugyanez a jelenség mutatkozik egyébként a kompótoknál, a befőtteknél is, tehát a cseresznye megy, kicsit úgy szikkadtabbá válik, nem olyan durván, de szikkadtabbak lesznek a kompótéban, a cukorszirupban, mint amilyenek eredeti állapotukban voltak. Na jó, hát akkor ennyit a fizikáról, kémiáról, akkor most összekutyoljuk a liktörünket. Tehát 8 deci víz és 40 deka cukor a szirup keverési aránya. És gyomorjavító köménylikőr, kömény-ánizs, bocsánat. És akkor ez most megy két nap érlelésre. Túl vagyunk a két napos diffúziós érlelésen. A köménymagnak és az ánizsnak ez bőven elég. Leszűrjük egy régi vászonpelenkával a likőrt. Ó, gyönyörű. Készen van a kömény ánizslikőr, fogyasztása hűtve, leginkább egy jó szivar mellett ajánlott, csak hát én most pont nem dohányzom, így ezt nem fogom demonstrálni. Lássuk. Egészségetekre! Tökéletes gyomorjavító. A kömény miatt mindenképpen. Elkészítitek, fogyasszátok egészséggel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!